A 34. Zsoltár a mai Zsoltárunk. Azt a címet adhatnánk a gondolatainak, hogy út a félelemtől a békességig. Néha ez az út rettenetesen hosszú. Szokták mondani tréfásan, hogy a világ legnagyobb távolsága az a 40 centi, amely az emberi agytól az emberi szívig van, mire föntről valami lejut odáig, hogy megmozdítsa az embert. Hát ha van egy másik hosszú út, akkor gyakran ilyennek érezzük azt, mire le tudjuk tenni félelmeinket, és meg tudunk nyugodni, biztonságot találni, és valódi békességre jutni. Dávid egy igen szorult helyzetben írta ezt a Zsoltárt, illetve azután hálát adva a szabadulásért. Jól összehozta magának ezt a helyzetet, ezért nagyon hálás volt az Istennek, hogy egyszerre mentette meg, és egyszerre bocsátott meg neki. Hallgassuk meg a 34. Zsoltárt. Dávidé, Abból az időből, amikor őrültnek tettette magát Abimelek előtt, aki elűzte, ő pedig elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Ura dicsekszik lelkem, hallják ezt a szegények és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett engem akik őrán néznek, felvidulnak, és arcuk nem pironkodik. Ez a szegény kiáltott, és az úr meghallgatta, minden bajából kimentette őt. Az úr angyala őrt jár az Isten félők mellett, és megszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az úr. Boldog az az ember, aki hozzámenekül. Féljétek az urat, ti szentjei mert akik őt félik, azoknak semmiben nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok is szűkölködnek, éheznek, de akik az urat keresik, nem nélkülöznek semmi jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a családbeszédtől, Kerüld a rosszat és cselekedjél jót. Keresd a békességet és kövesd. Az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő kiáltásukra figyel. Az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul, és emlékezetüket is kiírtja a földről. Ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajokból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. A gonosz, a gonosság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és senki sem lakol meg, aki hozzá menekül. Vannak élethelyzetek, amiket, amiket magunknak szerzünk, bajok, amiket magunknak találunk meg. Így volt Dávid is, amikor még menekülése idején Saul királytól üldöztetve, Ákis királyánál a filiszteusok fejedelménél keresett magának menedéket. Az az ember, aki nem félt a filiszteus góliától, és egyetlen egy parittyával legyőzte őt, ez az ember olyan rettenetes félelmet tapasztalt meg a lelkében, hogy egy rendkívül ellentmondásos döntést hozott, amikor az általa legyőzött és megalázott filiszteus seregek egyik fejedelméhez megy és segítséget kér, hogy ott rejtőzzön el Saul üldöztetése elől. A félelem néha ellentmondásos döntésekre kényszerít minket. Kényszerít, mert a félelem ilyenkor erősebb a bizalmunknál a nyugalmunknál, a békességünknél. A félelem ilyenkor mindent felülír, és egy szűk, picike kis csövön keresztül látjuk az eseményeket, közeledni a rettenetet, közeledni a végzetet. Ák, ák is nyújt tehát menedéket Dávidnak, és amikor a hadvezérei Ákisnak ezt meghallják, akkor rögtön azt mondják a királynak, a filiszteus uralkodónak, hogy nem ez az a Dávid, aki legyőzte Góliátot, te meg csak így befogadod? És ekkor történik ez a híres jelenet, hogy Dávid őrültnek, eszelősnek tetteti magát nyálát, folyatja, össze-vissza beszél, és titokzatos szavakat vés a falra, és mindenféleképpen igyekszik azt feltüntetni, hogy egy ártalmatlan bolond önerőből kerül veszélybe, önerőből szabadul. Hogy milyen érzés lehetett Izrael dalnokának ezt utólag végig gondolni, ezt a rettenetes színjátékot, milyen érzés lehetett akár a saját katonái előtt valahogy másnap felkelni, kimosakodni, megállni, és azt mondani, hogy na hát akkor minden tovább Isten vezetésével gyerünk. Az ember talán hasonló helyzeteket megtapasztalva tudja csak elképzelni. Amikor valamit így összehoz magának, amikor utólag azt mondja akár egy közeli barát, akár a saját lelki ismeretünk, hogy na, ezt jól megcsináltad. Nem is véletlen, hogy Dávid rendkívül hálás Istennek, amikor végre nyugodt talajon áll a lába, elmúlt a veszély, és sem már Saul üldöző seregei, sem pedig Ákis katonái nem néznek rá rossz szemmel. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt a szegények és örülnek. Azok a szegények, akik hozzám hasonlóan tükörbe kell nézzenek, amikor látják a lelki rongyaikat, az emberi ötletek nyomorúságát, piszkosságát, a valahogy kivágjuk magunkat, emberi magatartást, ahogyan aztán ott állok, és másnap nem tudok tükörbe nézni. Dicsőítsétek velem az Urat, magasztaljuk együtt az ő nevét, mert megkerestem, meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. A 34. Zsoltár egyik legszebb mondat része, a minden félelemből kimentő Isten. Mert hogy a félelmek nem fogynak el az életben, helyzetek szülik, saját természetünk szüli, a korunk szüli, a külső körülményeink, az embertársaink. De valahogy mindig annyira magunkénak érezzük a félelmet, annyira mi vagyunk az a félelem, hogy el sem tudjuk engedni, és jön valaki, egy idegen hatalom, egy idegen erő, aki szidás, káromkodás, Rosszallás nélkül kerestem az Urat, és meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett engem. A legmélyebb folyó, a legrettenetesebb mélység, a legveszélyesebb óceán az emberi félelem érzelme. Amikor az ember nem lát ki belőle, és megkeresi végre az Urat, és találkozik azzal a jósággal, azzal a szeretettel, amelyik türelmes, ami sokféle ostoba félelmünkkel kapcsolatban. Ostoba félelemnek nevezhetjük azt, amit magunk szülte rossz döntéseink fakasztottak az életünkben. De így folytatja Dávid, hogy amikor ránéztem, felvidultam, és tudtam, hogy nem kell pironkodni. Ez a szegény, mondja egyes szám harmadik szemében, mint egy kívülről nézve magát a maga helyzetében, kiáltott, és az Úr meghallgatta, minden bajából kimentette őt, mert az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, tábort jár, körbeveszi, őrzi őket, és megszabadítja őket. Micsoda barát az Isten, nem? A legostobább képmutató színészkedéseink mellett is. Mellénk áll, és azt mondja, jaj, de rosszul áll ez neked, nem maradj már így, szeretlek téged, szeretnélek megszabadítani téged. Dávid a kilencedik versben nem győzi az emberek, az olvasók, az éneklők, akik ezt a zsoltárt a templomban énekelték, figyelmét felhívni arra, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. A zsoltár gondolatmenete innentől egészen a 15. versig erről szól. Mert ha nekünk ilyen jó Istenünk van, aki ilyen biztonságot tud nekünk adni, akkor nincs okunk a félelemre. A biztonság nem pusztán annyit jelent, hogy neki hatalmas erejű angyalai vannak, hanem elsősorban azt jelenti, hogy jóságos. Azt jelenti, hogy a döntéseinkkel, a rossz megoldásainkkal, az önsors rontó elképzeléseinkkel együtt szeret bennünket, hogy kimentsen azokból bennünket. Ha azok miatt nem szeretne, akkor a kezét sem nyújtaná ki. Akkor nem tapasztalhatnánk meg azt, hogy kerestem őt, és meghallgatott engem. Imádkoztam hozzá, és mivel hitteltettem, mivel tudtam, hogy jó az Úr, elhittem, ezért megtapasztaltam, mi az, amit mond a zsoltárban Dávid: boldog az az ember, aki hozzá menekül. Az egyik legkülönlegesebb boldog mondás az egész Bibliának. Sok száz boldog mondást szerepel az Ószövetség és az Új Szövetség könyveiben egyaránt. Jézus maga a legnagyobb prédikációját, a hegyi beszédet, a boldogságokra, a nyolc boldogság boldog mondásaira építette, de érdemes mindegyiket megkeresni a Bibliában. Minden olyan mondatot, ahol boldog az az ember, boldog, aki minden ilyen kezdetű mondatot, mert az Isten áldása itt a boldogság. Az Isten keze megnyugszik annak az embernek az életén, a lelkén, aki hozzá menekül. Az előbb Dávid szegény, szerencsétlennek nevezte magát. Szegénynek, amiről szintén a boldog mondások juttatnak eszünkbe, boldogok a lelki szegények. Lelki szegény voltam. Rongyokba öltözve játszottam meg magam, hogy a rossz döntéseimből valahogy kikavarodjak. És az Istennek sem a rossz döntései nem voltak akadályok. Sem a képmutatóskodásom, sem a csüggedésem, sem a félelmeim. Mellém állt és. Egyszerűen minden félelmemből kimentett engem, mert jó az Úr, hát érezzétek és lássátok meg! Az Istenbe hittel kapaszkodó ember, aki elfogadja és elhiszi az Isten jóságát és szeretetét úgy, ahogyan azt a Biblia bemutatja, minden esetben meg fogja tapasztalni, érezni és látni, hogy az Isten szeretete és kegyelme nem változik az ember iránt. Ki az az ember, teszi fel a kérdés Dávid, akinek tetszik az élet és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a család beszédtől. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövesd. Érdekes a jó szónak, ennek a legmagasabb rendű bibliai minőségnek, ami csak az Istenre jellemző ebben a formában. Senki sem jó, csak egy az Isten. Olvassuk az evangéliumokban egy Jézusi történetben. Ez a jó szó, ez nem az általános iskolák négyes osztályzata, ami majdnem ötös lett. Ez a jó szó a tökéletes, hiánytalan jó. Jó az Úr, jók lehetnek az életed napjai, cselekedd a jót. Menj Istenhez szegényként, menekülj hozzá gondjaiddal, ne gazdagon menj hozzá, hogy na ugye milyen klassz kis emberkéd vagyok neked. Ne díszmenetbe menjél, hogy itt vagyok, figyelj rám, tudj menekült lenni. Menni hozzá a bajoddal, a gondoddal, őszintén hittel kapaszkodva bele. Az őszinte ember biztonságban van, mert az őszintességet, az egyenességet, az Isten, majdnem azt mondtam, hogy jutalmazza, de ez nem jó szó, a legnagyobb értéknek tartja, nagyra becsüli az őszintesség már az Isten szent lelke munkájának való engedést jelenti. Hogy az ember lemond a magyarázkodásról, az önigazolásról, arról, hogy mindent valahogyan ki tudjon menteni magával kapcsolatban. Az őszinte ember biztonságban van. Ezért mondja Dávid, hogy tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. A maga ügyeskedése jut talán itt az eszébe, a maga színészkedése, Ák is fejedelme előtt. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövest. A lélek békéjét keresni, cselekedni a jót és követni azt a békét, amit az Isten ad nekünk, nincsennél nagyobb kincs. És akkor az ember még inkább meg fogja tapasztalni, hogy az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő kiáltásukra figyel. Minden érzékszervével azért létezik és azért, áll befogadásra az Isten a mi irányunkba, hogy megérezzük és megláthassuk, hogy nem vagyunk egyedül a félelmeinkben, hogy minden félelmünkből ki tud menteni, mert közel van az Úr a megtört szívűekhez, olvashatjuk a 19. versben az egész, az egész Zsoltárök könyve egyik legszebb, legemblematikusabb mondatát. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. A szegény szalad az Istenhez, megtört szívvel, és Isten meggyógyítja, megsegíti az ő megsebzett lelkét. Sok baja van az igaznak, sokba baj éri az igazat, mondja a Biblia, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr megváltja szolgái lelkét, és senki sem lakol meg, aki hozzá menekül. Isten lát, hall és elfogad. Ha engedünk annak a nagyon bátor döntésnek, és a jó útra lépünk azon a ponton, amikor őszintének és egyenesnek kell lenni önmagunkkal a kapcsolatban. Isten azonnal a barátunk és minden félelmünkből ki tud menteni, amikor ezt a legnehezebb csatát meg tudjuk nyerni. Vannak már mögöttünk győzelmek, mint ahogy vereségek is. Itt Dávid egy vereségét énekelte, meg egy szégyenletes vereségét, de tudja, hogy nem baj a vereség, ha végül győzelemre fordul, mert minden vereség győzelemre fordulhat. Minden bajból az Isten megsegíthet. Minden megtört szívet meggyógyíthat, és minden félelem örvényből ki tud menteni az Isten. Senki sem lakol meg, aki hozzá menekül. Legyünk Isten menekültjei. Legyünk Isten szabadulni vágyó szegényei, akik jövünk hozzá, hogy megismerjük, mit jelent, hogy boldog az az ember, aki hozzá menekül. Minden nap menekülni hozzá és elrejtőzni az ő jóságában. Megérezni és meglátni, hogy jó az Úr. Legyen ez a mi tapasztalatunk is.